Ez az impeachment, ez úgy nekem úgy hangzik, mint a peach, mint hogy a barack szóból ered, amikor meg akarnak barackozni Biden. Én azt hiszem, hogy nem egy kétpólusú világ irányába. Tehát kezdjük inkább, mondjuk inkább úgy, hogy a becsületes válasz az, hogy nem tudjuk, és senki nem tudja. Senki nem tudja. Tehát nem töltöttem csőre a kristálygömbömet, ezért nem tudom megválaszolni ezt a kérdést. Egy teljesen pálinkátlan jó estét kívánok egy csillagfényes Jeruzsálemből. És akkor megértette tulajdonképpen, hogy a tábornoki rangot azért adják, hogy az emberből egyenruhás politikus legyen. Tehát körülbelül a tábornoki rangig mindenki katona. Utána már egy egyenruhás politikus azokkal a hűtőmágnesekkel ott rajta, és tudom, hogy sokszor én is élcelődtem a militábornoknak a kitüntetésein. Eisenhower, aki elfoglalta az egész Európát, volt egy sor kitüntetés. Ehhez képest militábornok úgy néz ki, mint egy ilyen szovjet, egy ilyen 90 éves szovjet szklerotikus tábornok, de Mili pontosan tudja, hogy miről van szó. Tehát a harcmező az a mellék hadszínter a Twitternek. A valódi dolgok a Twitteren történnek, és a hadszínter az csak egy olyan fölösleges hely, ahol néhány szláv paraszt kergeti egymást, tudom én, és bölcs nyugati emberek nem értik, hogy mit csinálnak ott azokon a végtelen mezőkön. Tehát először is van egy ilyen keresztes hadjárat, tehát van egy, legyőztük az óriási sárkányt, Szent György lovag legyőzte az óriási sárkányt, és utána nekiállt, egyre kisebb sárkányok ellen kezdett hadakozni, és a végén egy papír sárkányt szabdalt föl darabokra, vagy ilyen kis gyíkot kergetett a hatalmas és félelmetes kardjával, és akkor hirtelen itt van újra egy óriási sárkány, és akkor most ezt a sárkányt le lehet kaszabolni, és akkor óriási politikai tőkét lehet kreálni, Bident megválasztják még egyszer, aki Biden alatt, tudom én, harmadik nyárfa volt, most negyedik alabárdos lesz, és mindenki egyet ugrik fölfelé a totemoszlopon, tehát egy csodálatos politikai lehetőség volt. A Szovjetunió ellen. Most a Szovjetunió szétesett, és ugyanakkor sikerült előhúzni a Szent Györgynek sikerült előhúzni a kalapból egy új sárkányt, egy sokkal kisebb, sokkal rozogább sárkányt, az iraki sárkányt. Ez a hatalmas kőfal, ez a nyugati kőfal rázuhant csenevész iraki gyíkra rázuhant, és agyonnyomt ezt. Ez volt Szent György lovagnak a nagy győzelme, és akkor ezt veszi a nyugat etalonnak. Nem csak erről a diplomáciai sikerről van szó. Szaúd-Arábia az orosz kapcsolatával 2 perc alatt a duplájára pumpálhatja fel az energiárat, ami igen jót fog tenni az amerikai elnök újraválasztásának. Ezt ugye bár tudjuk, hogy a benzinkutakban lehet tudni pontosan, hogy kit fognak megválasztani elnöknek. Tehát az amerikai elnök választás nem az ukrán harcmezőkön dől el, hanem az amerikai benzinkutakban. Hogyha épp úgy, hogy az Amerikában rákönyökölnek a szavazógépre, Szaúd-Arábiában vagy Oroszországban rákönyökölnek az olajpumpára, és akkor a jelenlegi az inkumbens amerikai elnöknek az esélye, hogy újra megválasszák, hogyha $150 lesz egy kiló, lesz egy hordó olaj, akkor sokkal-sokkal minimálisabb lesz. Ez ami a háborút illeti. Most a világrendváltás. Igen, gyakran elmondom azt, hogy ezelőtt másfél éve senki sem beszélt világrendváltásról. Egy olyan dolog volt, amivel néhány unatkozó geopolitikus foglalkozott, és ilyen elméleti dolgok voltak, amikről cikkeket írtak a magazinokban, és néha tartottak konferenciákat, ahova azért jönnek el. Gondolom, nem árulok el titkot, hogy az egész egyetemi élet egy utazási iroda. Te meghívsz engem, én meghívlak téged, én idézlek téged, te idézel engem, az egész egy ilyen, nem akar, egy nagy blöff tulajdonképpen, de jól meg lehet belőle élni, egy kényelmes blöff, és van nyugdíj is utána, és fiatal diákok, főleg diáklányok, hát mi a rossz lehet ebben? És ha valaki nagyon szép fogalmazásokat írt az iskolába, akkor érdemesnek tartatik arra, hogy az iskola végén átmenjen az asztalnak a fiókos oldalára, és akkor onnan írja tovább ugyanazokat a fogalmazásokat. Tehát ez van. De ezek foglalkoztak ezzel a témával. Most történt valami múlt év február 22-én, ami mindannyiunknak az asztalára letette ezt a világrendváltás dolgot, és mindannyiunknak a hálószobájába, akinek van tévé a hálószobájába, vigye ki onnan. Tehát van jobb dolgokat is lehet csinálni a hálószobában. Tehát nekem 3 lányom van, és rájöttem, hogy felnevelni, nem rossz dolog őket fölnevelni, de megcsinálni őket se rossz. Tehát az se egy rossz dolog. Idővel ezt is megértettem. Tehát ki kell vinni a tévét a hálószobából, de bevitt a hálószobánkba is ezt a világrendváltás dolgot, és most a csapból is ez folyik. Most van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. A jó hír az,
hogy ez nem az első alkalom, hogy az emberiség átélt egy ilyen világrendváltást. A rossz hír az, hogy pont velünk történik meg. Francban miért nem tudtak ebben várni még 50 évet? Az egyik dolog a földrajz. A földrajz általában a hegyek nem szoktak elvándorolni. A tengerek is általában ugyanott vannak, ahol tegnap reggel voltak. Ha akkor legutoljára megnéztem, a földközi tenger még a helyén volt. Nem tudom, lehet, hogy útban hazafelé fogom látni, hogy elmozdult valamerre, és elmigrált valamerre, mint sokan mások, de lehet, hogy valószínűleg ott van a helyén. Most a legtöbb elemző elmondta, hogy mit gondol erről. Én elmentem és megnéztem a statisztikákat. Vannak adatsorok arról, hogy az utóbbi 200 évben hogyan zajlottak le az ilyen hatalomátvételek. Kik a pucsisták, milyen arányban sikerül, nem sikerül. Kiderült például az, hogy az esetek 60%-ában a sikeres pucsokat a hadseregek hagyják végre. Miért? Egyszer megkérdeztek Bonnie-t és Clyde-ot, hogy miért bankokat rabolnak ki, miért nem valaki valami más. Azt mondták, ott van a pénz. De a hadsereg is. Miért a hadsereg a sikeres pucsista által? Ott vannak a fegyverek. És hogyha nem a hadsereg, akkor a sikeres pucsisták következő kategória, azok a palotaforradalmak, általában valaki az elitből csinálja ezeket a dolgokat, és így tovább. Mert mit láttunk? Volt ez arab tavasz, az arab tavasznak nevezett törzsi beduin tél, amit arab tavasznak neveznek a szép lelkek. Nekem voltak ilyen magyar barátaim, azt mondták, na látod, most meg fog érkezni a demokrácia a Közel-Keletre, és liberalizmus lesz, persze legurultam a székről a röhögéstől. Aztán a végén ők is megértették, de mindegy, vannak ilyen. Hát, ha az ember elég sok időt tölt az egyetem padjain belül, akkor minden marhasságot be lehet neki mesélni. Tehát minél több időt tanulsz, annál hülyébb vagy általában. Nem a fizika törvénye, azt, hogy van egy ENSZ, van egy Európai Unió, van egy NATO, van egy V4-es. Ezek a dolgok gyakorlatilag társadalmi konstruktumok. Bácsik és nénik leültek, aláírtak egy darab papírt, és lett egy NATO, meg lett egy Európai Unió. És ezek a dolgok csak addig léteznek, míg a hatalmi struktúrák, amikre ezek alapulnak, az Európai Unió esetében ezek amerikai szuronyok voltak, tehát ameddig ezek a dolgok ott vannak, addig ezek a konstruktumok, ezek léteznek. Mikor az alapjuk, a valódi hatalmi viszonyok már nem lesznek ott, akkor ezek a konstruktumok nem lesznek ott, még akkor is, hogyha lesz egy bácsi vagy egy néni, akinek lesz egy névjegykártya, ami rá van írva, vagy kérem szépen, én vagyok az Európai Unió elnöke. Grajszem egy cia, hogy idésül mondják. Fantasztikus. És akkor mi a kínaiak elküldtek mosogatni. Ezért mondom, hogy van egy sor axióm, amit úgy bedobnak nekem, mikor különböző problémákról beszélnek, akkor mindig azt mondják, ez nem probléma, majd az EU megoldja, meg ez nem probléma, majd a NATO megoldja. Van ezzel kapcsolatban egy viccem. Van egy ilyen, a vicc úgy szól, hogy a hajós kapitány elmegy egy vizsgára, és megkérdezik tőle, hogy te mondd, hogyha balról jön egy vihar, akkor mit csinálsz? Ledobok jobbról egy horgonyt. És hogyha jobbról jön egy vihar, akkor ledobok balról egy horgonyt. És hogyha ugyanakkor északról jön egy vihar, akkor ledobok délről egy horgonyt, és így tovább. És akkor a végén a vizsgáztató azt mondja, na jó, de honnan veszed a horgonyaidat? Azt mondja, na látod, ahonnan te veszed a viharjaidat, onnan veszem én a horgonyaimat. Abszolút, Ursula von der Leyen megbízható. Káder nem vész el, csak átelekul. Van egy ilyen, a fizikában megvan a káder megmaradás törvénye. Bukni nem lehet, tehát csak felfelé lehet bukni. Csak felfelé lehet bukni, és akkor láttuk, hogy von der Leyen azt mondja, igen, hatékonyan felszámolta a német hadsereget, pusztított, mint a háromnapos jégeső, semmi nem maradt a német hadseregből. Iszonyatos tragédia különben Európának szerintem. És az amerikaiak kicsit úgy érzik, hogy a britek vehemenciája messze felülmúlja, mondjuk, hogy a karizmájuk felülmúlja a karizmukat. Tehát sokkal nagyobb a karizmájuk ebben a konfliktusban, mint a karizmuk, és nem akartak egy olyan brit politikust a NATO élére, aki esetleg beleugratná a szövetséget olyan kalandokba, amire nincs fedezet. Én a háború elején valaki megkérdezte tőlem, hogy nem lenne az impotenciának a jele, hogyha a nyugat nem támogatná Ukrajnát, és akkor azt mondtam erre, hogy néha jobb, hogyha impotensnek tartanak, mintha veszel egy nagy lendületet, és bebizonyítod, hogy az vagy. Van egy takaró, amelyik túl rövid ahhoz, hogy az ember a fejét is, meg a lábát is betakarja. A nyugat azt mondja az ukránok, hogy takarjátok be a lábatokat, az ukránok a fejüket akarják betakarni ebben a takaróban, és ebből ered az a feszültség. Na jöjjenek a hallgatói kérdések. Nagy tisztelettel szeretném kérdezni Robert úrtól, hogy százalékban meghatározva mekkora esélyt lát arra, hogy Prigozsin átment Belarusba, átoperáltatta az arcát, vett ott egy hamis útlevelet, és elutazott a Bahamákra, közben felküldött egy repülőgépet, majd a légvédelemmel leszedette. Így ő is nyert, és az oroszok is. Elejét vehette így a gravitációs betegségeknek. Köszönöm megtisztelő válaszát Krisztián Szerbiából.
Nagyon szépen köszönöm Krisztiánnak a kérdését. Én nem tartom túlságosan valószínűnek, mert szilárd meggyőződésem, hogy Prigozsin úr már régóta hastáncos nő Indonéziában, és ez alatt az álca alatt bujkálott már hónapok óta Indonéziában, és ezt az egész zendülést se Prigozsin úr vezette, hanem egy másik Prigozsin nevű ember.